Halli, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Itt vagyok nektek egy újabb haul videóval, mert nagyon szeretitek, mert már egyet csináltam, és az is nagyon tetszett nektek. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ebből csinálok nektek még egyet, aminek a témája Halloween lesz. Meg fogok mindjárt nektek minden dolgot mutatni, hogy miket vettem, és mivel készülünk nektek. Előtte viszont szeretnénk pár dolgot tisztázni. Mégpedig azt, hogy Magyarországon tudom nagyon jól, és a mi családunk is, és mi is nem szoktunk bulizni, mert a megemlékezésről szól, sajnos az elhunyt rokonainkról, nekünk is vannak sajnos, és ugye minden szentek és halottak napja van, viszont ezt a videót azért készítjük, mert a mi gyerekeink is nagyon szeretik a tökfaragást, meg ennek a kis ilyen vicces hangulatát, és ti is nagyon szeretitek, többen írtátok, hogy mikor lesz, gyerekek is szeretik, úgyhogy én tiszteletbe tartom mindenkinek az álláspontját, a mi álláspontunk is az, hogy igenis a megemlékezésről szól, és nem az ünneplésről, tehát ennek kapcsán ezt gyorsan így leszögezzük ezeket a dolgokat. Megmutatom nektek, miket vettünk, és mivel fogunk készülni. Amit november 1-én fogunk kirakni videót. Ahhoz vettem még pár dolgot, ami hiányzott, úgyhogy be is mutatom nektek. Na hát ugye itt vannak a mécseseink, amiket majd, ez is benne lesz a videóban, kimegyünk mamámékhoz, meg Krisztián nagyszüleihez, meg stb. Sajnos vannak nekünk is elhunyt rokonaink. Többféle különböző mécseseket vettem, kicsiket, nagyokat, ilyen teamécseseket, ezeket itt nem fogom részletesen bemutatni, amiben szatyorban vannak. Na hát a videónkba fogunk készíteni egy túrós meggyes pitét, amit nyilván ilyen halloweenos díszítéssel fogunk majd megoldani. Tökfaragás lesz benne, ezt majd mindig látni fogjátok majd a videóban, hogy mindig arra törekszünk, hogy minél azért viccesebb legyen, be fogunk öltözni mindannyian, úgy fogjuk a sütit is sütni, a tököt is úgy faragjuk. Na, és hát jöjjön az, hogy bemutatok mindent. Vettünk egy ilyen kis cukorkás tálat. Ezt az állnak vettük. Amiben, mindjárt megmutatom amúgy, miket fogok belerakni. Hát ezt Liza választotta magának. Egy ilyen boszorkányos sapka, megmutatom nektek, amúgy hogy néz ki. Ilyen kis sapka. Ezt Liza választotta magának. Vettünk, nem tudom, Krisztián és a Ricsike vette magának. Tudom, mit akarnak amúgy ezzel. Ilyen kis vödröket vesztek, majd ebből fognak inni. És még Krisztián is vett magának egyet. Jó. Dekorációnak vettük ezt a szellemes. Ilyen szellemek vannak rajta, ilyen boa, minek nevezik ezt? Ilyet vettünk. Aztán ilyen lesz, hogyha fölrakjuk. Ilyen kis tökök vannak rajta, ilyen papírból. Van ilyen Halloween tökös lufi is, ebből kettőt vettünk. És van még ilyen, nem tudom amúgy ezt minek nevezik. Ez a papírból készült. És akkor ebben amúgy kettő darab van, gondolom értelemszerűen egy szellem és egy tök van benne. És a kis tálban ilyen kitekert csokit tudunk rakni, amin ilyen zombik, vámpírok, meg vérfarkas. Na, egy ilyet fogunk belerakni, illetve vettünk még ilyen kis csoki golyókat is, ilyen Halloween tök formájút. Aztán ilyen fogakat a tökhöz majd. És hát vettünk két tálat. Amúgy a műanyag tál nálunk fogyóeszköz. Nem tudom, vagy kiviszik, vagy eltörik, mindig történik vele valami. Amúgy is kellett venni, és akkor Krisztián vett ilyen pókhálósat, ilyen jó nagy, meg egy ilyet. Ilyen denevéres, Halloween tökös. Majd ebbe fogom a sütit nektek készíteni. Aztán, jó, még ez nem tartozik úgy a Halloween témakörhöz, de vett magának Krisztián egy ilyen bögrét is, ilyen Harry Potteres. Liza ilyen szívecskéset választott magának, nagyon cuki amúgy. És hát
még kint van a tök, amit mindjárt megmutatom nektek, hogy milyeneket választottunk. A lényeg az, hogy november 1-én este 6 órakor fogjuk ezt a Halloween-os témájú videót nektek kirakni. Szerintem nagyon izgalmas lesz, vicces lesz. Ugye tudjátok, hogy nekünk van egy ilyen kis stílusunk, abban a stílusban fogjuk ezt a videót kirakni nektek. Beöltöznek a fiúk is, szerintem én is befogok, Liza is, és akkor sütit sütünk benne közösen, tököt faragunk, ugyebár beszélgetünk kicsit, és még azt is le fogom nektek venni, hogy mi hogy megyünk a temetőbe a rokonokhoz, az elhunyt rokonainkhoz, ugye virágot, mécsest fogunk vinni, és majd arról is egy kis betekintést nyerhettek. Viszont most megyek, és megmutatom nektek a tököt, hogy milyen lesz. Hát a tök az kint van a teraszon, úgyhogy én most kimegyek. Gyorsan megmucsizom nektek. Na, itt vannak, hármat vettünk. Ezt a nagyot, ezt Ricsike fogja Krisztiánnal faragni. Ezt Krisztiánk, és ez pedig a Lizái. Ez egy kis cuki a Lizái, olyan kis kicsi, majd nyilván én fogok neki segíteni. Ezeket még szépen meg kell majd fürdetnünk, és amikor kész lesz, akkor pedig szépen kifaragjuk. Szóval így néznek ki. Selfie a csirkeolva. Na, a lényeg az, hogy véget is ért a kis videó, mennyit szerettem volna nektek gyorsan megmutatni, mert szeretitek az ilyen videókat. És hát ugye elmondtam benne, ugye, hogy november 1-én este 6 órakor a YouTube csatornánkra kirokjuk ezt a videót, amiben mi készülődünk a süteménnyel, stb. Mi egymás. Úgyhogy remélem fog nektek tetszeni, és várjátok. Köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban. Puszilok mindenkit, legyen szép napotok, szép estétek. Sziasztok!